Sok szeretettel köszöntöm a kedves résztvevőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt a mai napon önöknek a szuperszámítástechnikáról és a szuperszámítógépről, illetve a kifő által nyújtott szuperszámítástechnikai szolgáltatásokról beszélhetek. És köszönöm azoknak, akik kitartottak, mert azt gondolom, hogy elég hosszú volt már eddig is ez a mai nap, de szerintem nagyon sok érdekes téma hangzott el eddig is, és én nagyon bízom benne, hogy töretlen lesz a lelkesedés, és a szuperszámítástechnika vonatkozásában is hallhatnak még érdekes dolgokat a kollégák. Ugye, ahogy itt elhangzott, nem egyedül fogok most a szuperszámítástechnikáról és a HPC-ről beszélni, hanem a kolléganőmmel, Horváth Erzsébettel közösen, és hát mögöttünk pedig azért egy elég komoly stáb a kompetencia központ jóvoltából. Őket is be fogom mutatni, nem név szerint és nem egyesével, de a szolgáltatásokat mindenképpen. Ugye itt e, házigazdan kárpád, mint a kutyus gazdáját e, mutatott be a nap elején, hát kompetencia központvezető vagyok, maradjunk ennyiben, e, de most kicsit megsétáltatjuk akkor ezt a kutyust, jó, és akkor egy ilyen közös állatkerti sétára invitálom a kedves résztvevőket. Gyors összefoglalás, hogy miről is lesz szó. Ugye alapfogalmak szerintem nagyon fontos, hogy sok dolog a HPC-vel kapcsolatban, és nem csak maga a betű szó, mozaik szó, mint HPC, nem ismeretes, hanem sok más olyan dolog is, ami a HPC-hez, mint high-end technológiához kapcsolódik. Ebbe merülnénk el egy picit. A komondorról, mint első számú állatkánkról és kutyusunkról beszélnék, milyen technikával, technológiával működik és ugatja meg, vagy éppen tereli a felhasználókat. A HPC kompetencia központról, mint szolgáltatásról és a kifő a HPC vonatkozásában nyújtott segítségről, amit az ügyfelek, illetve az érdeklődők kaphatnak, és az érdekességekről remélem eljutunk odáig, és még bele is fér az időbe. Ugye itt egy szófelhőben egy pingvin forma látszódik, ez nem véletlen a komondor mellett ez az első olyan állatka, amiről érdemes beszélnünk, és a későbbiekben is majd így Ilyen kis állatok megjelennek a diasorban. Nem véletlen a felhőnek a formája. Ugye ez egy Linux alapú rendszer, a HPC, és azt gondolom, hogy ezt fontos több esetben is kihangsúlyozni, Én rögtön itt az elején is mondom. A mozaik szavak pedig ugye HPC, CPU, GPU, FLOPS, és hát mindezeknek az eredményeként ugye a zábra vagy a dia másik felén látható diagramok, adatok és képi-vizuális megjelenítés történhet, és történik is meg reményeink szerint. Ugye itt elhangzott a nap folyamán már evangelizáció, digitalizáció, innováció. Most akkor én egy újabb szót vezetnék be a HPC. Mi, is a HPC, ugye? Maga a szó, ez a High Performance Computing, vagyis szuperszámítógép, szuperszámítás technika. És akkor itt korábban ügyfeleink, illetve különböző eseményeken partnerek kérdezték, hogy hát jó, 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 de mitől olyan szuper? Tehát, hogy ez szuperebb, mint az én otthoni gépem? Most olvastam egy cikket, ahol azt írják, hogy az otthoni gépek számítási teljesítményét is különböző ö, új módszerekkel akár duplájára is lehet növelni, anélkül, hogy új eszközt szerelnénk bele. És ahogy elolvastam a cikket, nagyjából ez azt mutatja be, vagy azt írja le, amit körülbelül a szuperszámítógép is tud. Magyarul párhuzamos futtatásokat indít a rendszeren belül, és a rendszer különböző erőforrásait párhuzamos számításokkal használja ki. Hát ez a lényege ennek is, hogy egy klaszter alapú párhuzamos számítási folyamatokat biztosító rendszer, aminek van egy kis demonstrációs eszközünk is, most ezt nem hoztam el, illetve volt egy standunk, de már szerintem a nap végén járunk, úgyhogy nagyjából a stand is bezárt. Még jó, hogy két videót beraktam, ami a standon is lupolva futott. Szóval a lényeg az, hogy ezek a párhuzamosított folyamatok, jelentős sebesség növekedésre és a számítási kapacitás jelentős mértékű felgyorsítására adnak lehetőséget, és ezáltal maga ez a szuper számítógép nem szuperebb, hanem lényegesen gyorsabb, és hatalmas nagy extrém nagy teljesítménysűrűséggel bíró eszköz. Ez esetünkben majd látjuk az adatokat is, azt jelenti, hogy egy körülbelül 50 négyzetméteren 6,2 petaflop számítási teljesítményt és hatalmas számítási kapacitást jelent. És akkor ugye extrém nagy teljesítmény, sűrűség kiemelkedően nagy dupla lebegő pontos számítás. Ugye ez az úgynevezett FLOPS érték, amiben mérik a szuperszámítógépeknek a sebességét, teljesítményét. Jellemzően egy-egy adott partíciónak a számítási gyorsaságát jelenti ez a FLOPS érték, és ez egy dupla levegőpontos számítási sebesség a per másodperc 10-15-en a, a petaflops számítási kapacitás mértékegysége. Kutatási és oktatási célra, illetve nagy számítási igényű vagy memóriaigényes igényes feladatokra lehet ugye használni. És ahogy mondtam, ugye itt államtitkár úr a stratégiai céloknál négy fontos szempontot is meghatározott, hogy milyen irányba menjünk. Azt gondolom, hogy a szuperszámítógép a négyből hármat a HPC eddig programmal közösen biztosan lefed a zöldülést, a digitalizálódást és Egyébként a adatfeldolgozást, illetve ennek a fejlesztését, segítését. És hát, mit jelent a kifűben a HPC? Ugye itt a következő állatkánk egy kis panda, nem azért van itt, egyrészt, mivel hogy gyerekkel és állatkával mindent könnyebb eladni, ugye? Ez egy ilyen marketing fogás, de én most nem eladni szeretném, hanem érzékeltetni azt, hogy ugye. Kína számára a panda egy milyen különleges jószág, számon tartják. Na hát a HPC is tulajdonképpen vetekszik ezzel, egy nagyon magas belépési küszöb van, a hozzáférés viszonylag nehéz, de hogyha egyszer valaki hozzájutott, hozzáfért a HPC-hez, akkor azt gondolom, hogy gyerekjáték a kezelése azzal a szakértői stábbal, akiket a kifű tud biztosítani. És ugye Miért lényeges, hogy ez a kifűben van? Ugye ez egy fizikailag Magyarországon található hardware. Ez azért fontos, mert az ilyen itt elhangzott a adatbiztonság szempontjából, hogy milyen hálózatokon és hova jutnak az adataink. Ez egy nagyon fontos téma. Itt azt lehet mondani, hogy aki Magyarországon jelentkezik be, az egy magyar fizikailag Magyarországon található gépen tudja futtatni majd az ő saját szoftvereit és számításait, tehát hogy sokkal kisebb az adat hozzáférés esélye illetéktelenek számára. Ez egy Cray típusú AMD és Nvidia alapokon működő gép. A, tudni kell a szuperszámítógépekről, hogy több gyártó, több terméke is van. Az én legjobb tudomásom szerint a Kré technológia az gyakorlatilag olyan, mint a Forma 1-ben a Ferrari. Nyilván most, hogyha valaki a mercedes szereti, akkor nem a Cray-t fogja választani, hanem a, nem tudom, valamelyik másik gyártó termékre, Lenovo is gyárt egyébként, de, de hogy egy nagyon kurens és egyedi technológia. Linux alapokon történik a működés, ahogy már említettem, és amit a kifűben biztosítunk, ugye egy saját HPC szakértői supportot, és saját IT szakértői támogatást, ami azért lényeges, mert ehhez speciális célszoftverek is tartoznak ehhez a hardwarehez, illetve az egész infrastruktúrához, és a belépési küszöb nem azért magas, mert mi nem akarjuk oda engedni az embereket, hanem mert egy viszonylag magas szintű Linux és komoly számítástechnikai ismeret és tudományos ismeret kell ahhoz, hogy valaki jól ki tudja használni a szuperszámítógép nyújtotta lehetőségeket, kapacitásokat, de ebben a kifű tud segíteni, illetve a kompetencia központ munkatársai. Közös használatú anonimizált tárhely, azt gondolom, hogy itt a felhő tárhely szolgáltatásokról a mai napon még talán viszonylag kevesebb szó esett, de nyilván nekünk a piacon adott esetben velük kell versenyezni, és hát ö, mögöttük azért a miénkhez képest viszonylag korlátlanabbnak tűnő források állnak rendelkezésre, de mi is igyekszünk az ügyfeleket maximálisan kiszolgálni, és például ezzel segíteni. Ami még lényeges, hogy egy ütemezett slurm rendszerben történik az adatok feldolgozása, tehát ez nem arról szól, mint mondjuk a cloudokon, hogy beküldi valaki az adatát, és akkor azonnali hozzáféréssel rendelkezik, hanem azt lőrmütemező az erőforrás korlátosságára való tekintettel ezt beütemezi, és adott időben, amikor szabad kapacitás van a gépen, lefuttatja. Ahogy itt elnök úr reggel mondta, nagyon jó most már szerencsére ennek a 12-szeres teljesítményű gépnek is a kihasználtsági mutatója. Van időnként sorbanállás, de én azt gondolom, hogy mindenkit kapacitálok arra, hogy bátran igényeljen nálunk projektet, induljon el, kezdje el kipróbálni és ismerkedjen meg a szuperszámítógéppel. Ami lényeges, még ingyenes adatmozgatás, ugye, ha már itt egy kicsit ilyen piacosra veszük a figurát, a cloudokon jellemzően ez szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy nagy adatmozgatási igény van, és ez jellemzően sok pénzbe kerül. Ami még nálunk fontos, hogy felhasználói szabályzat szerint lehet csak használni. Nyilván ez mindenhol máshol is így van. És akkor 23 éves a HPC, a magyar HPC, újabb állatkák, ugye 15-ben egy Leo nevezetű szuperszámítógéppel került föl Magyarország újra a top 500-as listára. A top 500 a világ publikusan elérhető és ismerhető 500 legerősebb szuperszámítógépének a listája, amire Magyarország korábban, 2001-ben is már fölkerült, de 2015-ben volt az a gépünk, ami gyakorlatilag a top 300-ba repített bennünket, a Leóval. Hát szegény oroszlánunk egy kicsit kiöregedett mostanra már, és lecseréltük egy kutyusra és hát 22-ben ugye Commodore megérkezett, és egy 6,2 petaflopsos kumulált összkapacitású számítási teljesítménnyel áll rendelkezésre, ami azt gondolom, hogy itt, ahogy elnök úr is említette, régiós szinten is igen jelentős. Csináljunk egy olyat, amit még senki nem csinált, volt a mondásunk, és hát én valóban a projekt kezdetétől bábáskodtam Commodore megszületésében és a kis házánba való beköltözésében, Ugye országos szinten is legnagyobb számítási kapacitás, legnagyobb teljesítménysűrűség, egy olyan épületben, majd arról is mindjárt mutatok egy képet, aminek a kialakítása, a dizájnja, az nagyon egyedi, egy ibődíjas gépteremről van szó, egyébként ugyanaz a tervezőgárda tervezte ki az új néprajzi múzeumot, és tényleg nagyon illusztris környezetben van. És egy egyedi melegvizes hűtőrendszerrel működik ez a gép, ami azt gondolom, hogy önmagában is kuriózum, és megérne akár egy előadás, de most nem szeretnék a részletekbe belemenni. Egy-két díj fárasztanám csak a hallgatóságot ezzel, mert tényleg nagyon érdekes. És világszinten leghatékonyabb hűtési HPC rendszer, ugye ez a HPE Cray technológiából fakad, és a melegvizes hűtési rendszer sajátossága, amit mi úgynevezett adiabatikus hűtő rendszerekkel spékeltünk meg a még nagyobb energiahatékonyság érdekében. És ahogy elhangzott, egy fűtést is egyébként hozzá kötöttünk, és erről majd mindjárt mutatok is videót is. Ez az egyedi hulladékhő hasznosítás, illetve egy legnagyobb HPC-vel megegyző, világ legnagyobb HPC-vel megegyező technológia. És akkor itt van maga a gép, ugye négy pontba foglaltam össze, hogy körülbelül miről lenne szó, és az egyik az volt, hogy a Commodore, mint HPC. Na hát a Commodore a Debreceni Egyetem Kassai úti kampuszán helyezkedik el, így néz ki egyébként maga a, a gép és a dizájnja szerintem egy nagyon mutatós kis darab. És hát, hogy kis darab, ez ugye három regszekrény, amiben az IT össze került. Nem foglal túl nagy helyet, de azért nagyon tetemes súlya van. Egy-egy ilyen regszekrény olyan három tonnányi súlyt nyom, úgyhogy a beszállítása is érdekes volt. Erről mindjárt akkor a beköltözésről egy rövid videót Mutatnék is, remélem elindul automatikusan. hát így nézett ki a Commodore beköltöző sója a villába. És hát ugye a, mi költözött be ezzel a géppel? Négy partícióból áll a gép, egy CPU, egy GPU, egy Big Data és egy mesterséges intelligencia partícióból. Ugye mai napon már a mesterséges intelligenciáról vagy AI-ról sok szó esett. Ami talán itt a gép szempontjából fontos, hogy nem mindegy, hogy miben mérjük a teljesítményt, ugye mi a 6,2 petaflopsot azt az össz kumulált számítási teljesítményre vetítjük, ez 64 bites pontossági számítás alapon van, és ugye van egy másik számítási metódus, ami pedig a AI petaflopsban méri 16 bites pontossággal, abban pedig ugye összesen nagyjából 185 petaflops a gép teljesítménye, és hát ugye a Big Data partíció az pedig a maga 12 terabájtos memóriájával egy nagyon komoly adatelemzési lehetőségre ad lehetőséget. A, CPU és GPU partíciókról pedig azt gondolom, hogy önmagában nem kell külön beszélnünk. Nyilván a GPU-ban ma nagyon felkapott egyébként, hogy GPU alapon használjunk ilyen IT erőforrásokat és eszközöket, és hát itt a mi GPU-s rendszerünk az, az Nvidia a 100 kártyáival, 40 GB-os kártyákkal van felszerelve, ugye azóta jött ki már erősebb a h és van 80 gb is belőle, de amikor mi ezt a gépet építettük, akkor ez volt a lehető, elérhető legerősebb kártya család, kártya típus. Azóta is mondom, csak kettővel erősebb van ennél a tudomásom szerint. Egyrészt az egyik méretében, a másik pedig magában, a konstrukciójában egy picit másabb. Egy szintű adattároló rendszer segíti egyébként az adatok tárolását, mozgatását és a számítások elvégzését. Ugye van egy projekt és scratch gyors elérésű 3 petabajtos rendszerünk, és van egy 10 petabajtos hosszú távú szalagos tároló egységünk. Így néz ki a gép. Kicsit belehúzok, mert az idő fogytán. Green DC, ahogy említettem, ugye ott látható azon a műholdképen, hogy hol is helyezkedik el maga a szuperszámítógépközpontunk központunk. A Debreceni Egyetem kampuszán itt a másik képen látható az imént említett nagyon dizájnos szép épület, ebben a kis ólban lakik Komondor, és azon a piros vonalon keresztül történik a Debreceni úszodának a hulladékhő átadása, ami nyilván a Komondor használati mértékétől függően, de azt gondolom, hogy egy nagyon újszerű és előremutató megoldás mindenképpen a szuperszámítás technikában, és a mi esetünkben is. Hogy is néz ez ki gyorsan egy újabb videó? Ehhez is lenne hang, de ha nincs hang, akkor én narrálom közben, amit látunk. Tehát a lényeg az, hogy a megtermelt hőt ugye a hűtő egységekre is tudnánk kormányozni, az imént említett diabatikus hűtőkre, amik párloktatási elven vízpárával hűtenék le ezt a folyadékot. Ugye ez egy glikol vízkeverék, ami hűti egyébként a rendszert de nem ez történik, hanem helyette mi az uszoda felé adjuk át, ahol különböző hőcserélőkön keresztül átfolyatva a vizet, meghatározott hőfokokat lehet ebből kinyerni, és ezáltal az uszodának a fűtésére, illetve melegvíz ellátására tudjuk használni. És akkor gyorsan a kompetencia központról, hogy mi mivel járunk hozzá ehhez az egészhez. Ugye vannak HPC szakértőink, ahogy mondtam, vannak IT szakértőink szakembereink, vannak szélszes, product owner, kiakunt manager kollégáink, akik segítenek az ügyfeleknek abban, hogy ránk találjanak, hogyha megtaláltak bennünket, akkor tudjanak projektet igényelni, hogyha igényeltek projektet, akkor az pedig a legjobb kezekbe kerüljön és végig fusson a rendszeren. Én uh, igazából most ezen gyorsan tovább is mennék, tudásmegosztó tréningeket, uh, szervezünk, bonyolítunk le, és így lehet elérni a HPC-t, ugye interneten keresztül, illetve a zsánt hálózaton keresztül. Zsánt hálózaton keresztül nyilván a, aki kutató, az tudja, hogy ez mit jelentő neki lehet, illetve van zsánt hálózati hozzáférés, a többiek interneten keresztül is hozzáférhetnek. Tűzfallal van védve, és egy login nódra vagy felgépre lehet bejelentkezni. Azon keresztül lehet hozzáférni az egyébként mögötte lévő infrastruktúrához hogy lehet erőforrást igényelni, van egy HPC portál nevezetű felületünk, és ezen a portálon keresztül lehet ezeket a projektigényléseket benyújtani, EduID-val vagy WHO segítségével. A WHO az jellemzően a vállalkozási tevékenységet űző partnerek számára kiadott hozzáférési jogosultság, és erről fog majd Horváth Erzsébet kolléganőm részletesebben is beszélgetni önökkel, vagy beszélni önöknek, hogy hogyan is érdemes és mire is lehet jól használni a HPC-t. Akadémiai felhasználók ugye bármikor jöhetnek, bárhogyan. Nyilván van egy projektigénylési ciklus, nagyvállalatok és állami közféra szintén az igénylőink körében van. Szoftver környezet, említettem már, hogy ez egy Linuxos környezet, Red Hat 86-os. Linux fut rajta, és ez a rengetegféle szoftver egyébként elérhető nálunk, a jellemzően akadémiai licenszek formájában, és ismereteink szerint egyébként a gazdasági célú felhasználások, illetve felhasználók open source licenszekkel operálnak, és ők olyan saját open source szoftvereket hoznának, vagy hoznak a gépre, amiket már jól ismernek a saját workstation -jükön. De ettől függetlenül célunk, hogy ezeket kiegészítsük olyanokkal, amit ők is tudnak adott esetben használni, és fizetős licenszek. Aki jártas ebben, nem kell mondanom, hogy itt jelentős árkülönbözet van azért a két szoftver típus között. Jó, milyen platformfejlesztéseink vannak, Jupiter Hub, ugye ez egy konténeres környezet, és az Open On demand, ami pedig egy webes hozzáférés biztosít, és akkor ugye itt van a portálfelületünk, illetve van egy kétfaktoros hozzáférés, itt gyakorlatilag erről beszélnék még részletesebben, de nem akarom elrabolni az időt, mert Erzsébetnek akkor már nem marad tényleg ideje a prezentációjára. HPC ökoszisztéma, hogyan épülünk fel, digitális Magyarország ügynökség segítségével a kifű üzemelteti, működteti a HPC kompetencia központot. Több projektben veszünk részt, az eurohpc HPC-ben, eurocc 2 HPC, Euro HPC edik és az infrastruktúra a Komondor jóvoltából áll rendelkezésre. A célunk az, hogy ezzel az infrastruktúrával és ezzel a stábbal ezeket a lehetőségeket és a HPC-t azt országos szinten minél több helyen népszerűsítsük, megismertessük. A HPC edik projekt aminek az égisze alatt ugye a mai nap folyamán is itt gyakorlatilag bemutatjuk ezt az egészet önöknek. Három konzorciumi partnerből áll. A kifű a konzorcium vezetője és a kompetencia központ révén, illetve a komondoron keresztül a szuperszámítástechnikai technikai kapacitást biztosítja a Bajzoltán és a KTI személyében pedig két olyan tudományos partnerrel dolgozhatunk együtt, akik az adott tématerületekhez megfelelő szakértelemmel rendelkező mérnökgárdával állnak rendelkezésre, és reményeink szerint minél több olyan problémás ügyfelet, vagy minél több olyan ügyfél problémát tudnak majd megoldani és előkészíteni a HPC-re, ami itt a magyar nemzetgazdaság szempontjából jelentős előrelépést hoz. Mire használjuk a HPC-t? Kémiai tudományok, biológiai, fizikai, műszaki tudomány, matematika, orvostudomány, egyéb, és nyilván hát itt a ZI most nincs kiemelve, de azt gondolom, hogy a mai napon már rengetegszer elhangzott, hogy az egy külön tudományákként is akár ma már megemlíthető. Oktatási eseményeket szervezünk, már említettem, várjuk a jelentkezéseket, vannak különböző felületeink, hpckifű.hu oldal, illetve van LinkedIn profilunk is. Azt kérem, hogy keressenek bennünket, kövessenek be bennünket, és jelentkezzenek a HPC-re. Köszönöm szépen a figyelmet!